Na, mászkáltam egy kicsit. Visszatértem ide az arany templomhoz, egyébként rohadt jól néz ki a játék, változatlanul fenntartom. Nem csináltam meg ezt a két fő küldetést, illetve ezt a mellékküldetést sem, picit minden irányban mászkáltam, leginkább errefelé. És olyan érdekességek történtek, hogy először is találtam ilyen rókalyukat. Ezt korábban már valaki mesélte, azt hiszem az egyik településen egy nő, hogyha találunk rókát, akkor azt követni kell, és akkor elvezet valahova. El is vezetett egy ilyen kis róka szoborkához, ahol itt végrehajtottunk egy szertartást, és akkor megnyílt plusz egy ilyen amulet hely, vagy ilyen talizmán hely. Ez tök király, mert ide egy plusz talizmánt be tudtam rakni. És utána találtam még egy rókalyukat, azt is követtem, az viszont már nem adott egyből, hanem azt mondta, hogy három ilyen rókalyukat, vagy ilyen rókatalizmánt, vagy rókaszobrot kell megtalálni, és akkor kinyílik majd még egy. Viszont, jaj, nem ezt akartam. Még egy olyan érdekesség történt, hogy azt hiszem ezt, nem ezt, valahol egy települést felszabadítottam. Talán ez volt, igen, ezt megszállták szintén a mongolok, meg azt hiszem ezt is, nem, itt nem volt senki. Azt hiszem, ezt felszabadítottam, megint kinyírtam egy vezért, egy ilyen mongol hadurat, és az az érdekes, hogy kinyitott egy új technikát, ilyet. Tehát vannak ilyen alapállások, én ezt annyira előre nem néztem át itt a harcrendszer, de egészen részletes és összetett. Ez volt az első alapállás, ez a kő alapállás, ami a kartforgatók ellen hatékony, tök részletesen leírja. És kinyílt ez a második alapállás, ez a víz alapállás, ez nyilván csak így lefordítva hangzik ilyen hülyén. Vízállás, nem alapállás ráadásul, tehát így a vízállás így még hülyébben hangzik. Ez meg elvileg a pajzs hordozók ellen hatékony, és ezt olyan ügyesen, okosan lehet váltani, hogy lenyomom a T-t, és akkor itt van oldalt, hát akár az egérkurzorral is tudom váltani, akár a számbillentyű lenyomásával. Úgyhogy most már van két alapállásom, ez tök jó, víz és a kő alapállás, illetve azt hiszem, még felszerelési tárgyakban is sikerült valami újat szereznem. Amiért visszajöttem ide az az, hogy elvileg egy ruhát tudok fejleszteni. Ezt egyelőre még nem látom át, hogy ez csak akkor történik, és azért történik, mert megvan a szükséges nyersanyag, feltételezem igen. Nem hiszem, hogy kell ehhez valami speciális cucc, és ilyenkor ugye ez sárgán jelzi, egyébként ez nagy segítség, mert nem kell annyira figyelnem a nyersanyagokat, hanem jelzi a játék egy ilyen felugró üzenettel, hogy van elég nyersanyagod valaminek a fejlesztéséhez. És egyébként komolyan mondom, egyre inkább úgy gondolom, hogy szerintem kifejezetten szép ez a játék. Tényleg egy 4 éves játékhoz mérten, hát szerintem játszottam én olyan 1,5 éves játékkal, ami sokkal szarabbul nézett ki. Szóval le a kalappal. Én szerintem itt azért ezt a Next Gen dolgot, nem láttam a PlayStation 4-est, az eredeti verziót soha, még YouTube videón sem. Fogalm sincs, hogy hogy nézett ki, de ez teljesen oké. Most jó lenne, ha meg tudnám találni ezt a... Azt sem tudom, mit tudok most fejleszteni, azt hiszem ruhát, de... Az ott a páncélfejlesztő, hol a ruhafejlesztő, ilyen sárga ikonnál szokta jelölni. Na itt van hátul a templom mögött, csak nem emlékeztem pontosan. És azt hiszem pont ezt a utazóruhát tudja. Igen, ezt az utazóruhát tudja fejleszteni nekünk. Ami egyébként elég jó, egyszer-kétszer megszívtam, mert véletlenül ez maradt rajtam, azért érezhetően többet sebeznek így az ellenségek, tehát azért harc előtt, komolyabb harc előtt nem árt átvenni. És akkor ez most már elvileg 20%-kal több felfedett területet fog nekem generálni. Úgyhogy, hát nem tudom, lehet, hogy spórolni kéne ezekkel az anyagokkal, de egyelőre úgy vagyok vele, hogy amit tudok fejleszteni, azt fejlesztem. Úgyhogy tök jó. Tehát most már egyszer fejlesztettem a kardomat, egyszer fejlesztettem a ruhámat, és akkor nagyon szeretem én ezt a bolyongást, hogy állandóan mindig mindent felfedezek, csak épp a fő feladatokkal nem foglalkozom. Viszont szerintem azért az első két küldetés megcsinik, azért olyan nagy tragédia nem fog történni, úgyhogy most bevetem magam ebbe a fogadóba, illetve aztán akkor utána megcsinálom ezt a két küldetést, hogy végre meglegyen az íjam, meg itt ezért orgyilkosság. Hát ezt mondjuk nagyon nem ártana megtanulnom, tehát akkor az elvileg a silent kill. Úgyhogy először is irány a fogadó. Na még mielőtt kimentem volna a településről, itt volt egy-két karakternek ilyen beszédikonja, és ezekkel mindig érdemes beszélgetni. Megint kaptam egy új küldetést, hogy itt valakit megtámadtak, és nem hagyta el a települését vagy a házát, hanem azóta is segítségért könyörög, úgyhogy sajnos folyamatosan eltérülök a fő küldetéstől, de szerintem ide fogok menni, és gyorsan segítek neki, és akkor majd utána megyek a fogadóhoz.
Na, eljöttem erre a településre, vagy ehhez a házhoz, amit fel kellett volna szabadítani. Hát felszabadítottam, de itt is későn, mert úgy nagyjából ma mindenkit kinyírtak. Viszont növekedett a hírnevem. Dobókés. Itt most úgy néz ki, hogy nem én döntöm el, hogy mit oldok fel, hanem ezt megkaptam, ezt a lehetőséget. És akkor a VSAD kurzornyilakkal, illetve az F-fel tudom eldobni, és az R és az 1-es a dobókés használata. Már mondjuk ennek is örülök, hogy legalább végre van valami minimál távolsági fegyverem. Ez azért nem hátrány. És még egy talizmánt is kaptam. Fantörpikus, meg még nyersanyagokat is. Jó lenne, ha lenne még egy szoketem, ott mutatja, hogy még két rókát kell megtalálni. Sok szakét kéne inni, és akkor lenne még két róka. Na de viccet félretéve, menjünk most már tényleg, és vessük be magunkat. Tehát most az a baj, hogy ez is itt van elég közel, tehát akkor lehet, hogy az lesz, hogy még ide is elugrom, és akkor utána most már tényleg megyek a fogadóhoz, már 87-szerre azt mondom, hogy most már tényleg, de utána már tényleg. Találtam egy ilyen melegvízű forrást, vagy nem is tudom, ilyen fürdőt. Korábban olyanról is beszéltek, hogy ha ilyen aranyszínű madarat látok, akkor kövessem. Ezek eddig nekem úgy tűntek, hogy össze-vissza röpködnek, de most követtem egyet, és ide vezetett egy ilyen forráshoz. És mint hogyha lett volna a főmenüben olyan feloldási lehetőség is, igen, hogy a forrásokat követve a HP-m növekszik, és ez úgy néz ki, hogy valóban megtörtént. Ezt gondolom többször nem lehet végrehajtani, de igazából amikor ezeket osztogattam el, ezeket a pontokat, itt láthatóak ezek, ugye erre rakhattam volna erre is valamelyikre pontot, akkor feltételezem talán egyet felfedett volna, és ez ez. Tehát hőforrás. Úgyhogy most találtam egy hőforrást úgy magamtól. Azért nem biztos, hogy fogok erre áldozni skill pontot, mert gondolom ezeket magamtól is meg tudom találni. Kérdés, hogy ha erre áldozok skill pontot, akkor mi történik? Akkor felfedi az összeset, vagy csak egyet? Majd azért lehet, hogy egy mentés után kipróbálom, de hát igen, ezt csak egyszer lehet használni. Viszont legalább nőtt a HP-m, tök jó. Úgyhogy megyek tovább. Végig csináltam még egy ilyen felugrálgató szentélyt. Ezért is jár valami bónusz. Hát ott a hegytetőn van még valami virág, nem tudom, odáig át tudok-e repülni. Tartok tőle, hogy nem. Igen, ezért is talizment kapok. Meg viaszfát. Hát ez gondolom valami ritkább nyersanyag lesz. Annyi csak, hogy hát nem tudom, próbáljunk-e oda átrepülni, de próbáljunk. Vigyelj simán. Elvégre szamurályok vagyunk, vagy mi fene. Itt valami virág volt, hát nem tudom, hogy ja, aha, és ezt kerestem, mert itt volt nekem egy küldetésem is. Nem biztos, hogy ő az, de itt elvileg van egy még életben lévő szamuráj. Hát ő nem az. Hát sajnálom. Akkor vagy feladta, vagy mást kell megtalálnom, és ez nem ő. Minden esetre elég impozáns a táj. Egészen jó pofa küldetések vannak a játékban. Ugye ott a hegytetőn próbáltam keresni ezt a másik szamurájt, amihez kaptam küldetést, hogy találjam meg. Végül is ezen a kis településen találtam meg, de nagyon úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kamu szamuráj. Ez milyen jó szó, hogy kamu szamuráj. Mert hogy itt elhitette a falusiakkal, hogy ő hű, de micsoda harcos, és ott volt a csatáknál, és izé. Kár, hogy bemondott egy teljesen fals település nevet, illetve partszakasz nevet, hogy hol harcoltunk, mert nem ott harcoltunk. Meg így hebek-habok, ha bármi olyasmi téma van, és azt mondta ez a falusi, hogy igazából amikor ide jött, akkor semmilyen nem volt, csak a ló, mert hogy ő minden mást föláldozott. Hát ez rohadtul nem szamuráj. Ez csak itt elhiteti velük, hogy etessék, hitassák. Na, hát akkor lecsapjuk a fejét. Hogy miért hazudik?
kis imposztor. Szamurájnak hazudja magát a kis csökött láda. Na öreg. Jinroku wa doko da? Sakihodo odekake ni nararemashita yo. Aha. Kakyū no yōna aru yo. Sagasuka. No jó, ha megkeressük a kis rohadékot. Szóval ez jó pofa, hogy vannak ilyen nem feltétlenül harcolós, hanem ilyen sztori-orientált kis nyomozós kövesztek, ez tetszik. Most meg kell keresni ezt a kis gyökérládát, aki szamurájnak kamuzza magát. Azt közben nem az, úgyhogy megkeresem, aztán számon kérem. Na, itt menekül a kis rohadék. Naze nigeru! Tomare! Gondolom, hogy véletlenül lecsúszik a hegyre. Rájött, hogy lebukott a kis gyökér. Most lehet, hogy lóháton kéne üldöznöm, mert így futással nem túl szerencsés, de mondjuk nem nagyon tud már hova menekülni. Remélem. Na, öcsi, nincs hová menned. Kinyírjalak? Vagy szint vallasz? Pár bajra hívsz, te gyökér. Nem sok esélyed van, bár mondjuk most a utazó ruhámban vagyok, úgyhogy még így talán van is esélyed. Ezen gyorsan változtatok. És most itt megvan nekem ez a párbaj lehetőségem, vagy ez a... Hogy is hívják, XL ez a... De most nem azért a 20-as ér, ha ez egy ilyen földműves, vagy valami ilyesmi, akkor... Hogy fog párbajozni velem? Mondjuk ilyen kis otthonkában vagyok éppen. Ez nagyon vagány, hogy így kipöccinti a kardot. Jó, szerintem azért váltsunk ruhát a biztonság kedvéért. Nem tudom, mennyire tökös ez a gyerek. Feltételezem nem nagyon, de... Nem szeretném elarcoskodni a dolgot. Na most mi van? Beszartál ettől, hogy átvettem a harci szerpómat? Hát azért ez nem volt egy túl komoly harc. És akkor most nekem kell dönteni a sorsára, de kár, hogy nem dönthetek. Ó, de kár, pedig lecsaptam volna a fejedet. Öcsi, a ruhádat dobáld le, jó? Légy szíves. Ez az a település, ahonnan jöttünk, vagy egy másik? Nem, szerintem ez egy másik. És akkor most mit csinál? Leugrik a sziklákról és hősi halált hal? Tanyára vissza kell mennem. Beszélni a srácokkal. Jól van. Ah, hát szóval jó pofa küldetések vannak egyébként. Na hát sok-sok településsel és sok-sok órával ezelőtt valahol valakivel beszéltem, aki megemlítette ezt a fogadót, amit megtámadtak, és szabadítsuk fel. Feltételezem, itt azért egy kicsit több ellenségre lehet számítani, úgyhogy átvesszük a kicsit komolyabb páncélt. Egyébként tényleg nagyon szimpatikus a játékban, hogy nagyon sok helyen van, hogy csak úgy az úton fogjulejtenek valakit, vagy fogva tartanak valakit, kiszabadítjuk, elmond egy kis történetet, ad valami ajándékot, vagy elmond egy küldetés helyszínt, egy koordinátát. Ez tök jó pofa, tehát igazából nem nagyon vannak ilyen passzív területek. Bárhol egy bármilyen elfoglalt, megszállt, lerohant település, egy-két lakos, ha még van, azok is elmesélnek valamit. Jézus! Hát azért vannak egy páran. Szóval, hogy nagyon jó a játékmechanika ebből a szempontból, ja, hogy ez még nem is a település, ez még csak a folyópart. Ezek mostanában csomószor valahogy így beijeszgetnek. Ez most éppen nem, de úgy általánosságban igen. És tényleg az utolsó pillanatig ki kell várni a csapással. Rohagy meg te kis köcsögláda. Most azért már úgy relatíve kezdem megtanulni a vezérlést.
És egyébként jó a harcrendszer, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg most pont mielőtt elindítottam a játékot a Steambe, a Kingdom Come Deliverance második részét reklámozták. Hú, na ha valaminek, akkor annak bitangszar volt a kardozási rendszere, tehát körülbelül használhatatlan volt számomra, és folyamatosan íjasztam. Itt azt gondolom, hogy valahogy nagyon jól eltalálták ennek mind a mechanikáját, mind a nehézségét, tehát úgy tudsz kardozni, hogy tényleg használnod kell ezeket a hárítási, elugrási, védekezési és támadási technikákat, és teljesen élvezetes tud lenni a dolog, és hát voltam olyan botor, hogy tényleg hardra állítottam, és úgy aránylag viselhető. Nem mondom azt, hogy nem halok meg soha, mert egyelőre még viszonylag gyakran, de tényleg legalább van benne kihívás, tehát nem az van, hogy legyakok mindenkit egy mozdulattal. Jó, hát akkor ezt felszámolom, ezt a települést, és aztán megnézzük, hogy mit kapunk érte. Na ez így ijeszget, és tényleg ki kell várni. Abból a szempontból korrekt a játék, hogy egészen közel van már hozzá, tehát tényleg kivárom, hogy közel kerüljön, és akkor, akkor csapok. Jajjajjajjajjaj! De még az is elég szokott lenni. Na most mi van? Aha, vízállás. Jó, hát értem én. Jó, szuper. Na végig vonulok a településen, lekáptalok mindenkit. És ez is pajzsos. Figyelj, a vízállással olyan jó vagyok ellened, hogy nem sok esélyed van. Ha, végetek, rüszük. Dobókés tele. Eddig alig találtam dobókés, most meg mindenkinél dobókés van. Na, azt hiszem meg vagyunk. Előjött a vezér is, mondjuk most kivételesen lovon érkezett. És lekátoltuk. És igazából tovább gyűjtjük ugye ezeket a hadúr killeket, és most kiírta, hogy azt hiszem még 7-et vagy 6-ot kell megölnöm, hogy a szél alapállást feloldjuk, az lesz majd a következő. Úgyhogy ez is nagyon jó pofa, tehát kifejezetten inspirál, hogy menjél minél több mindent felszabadítani, mert akkor újabb és újabb alapállásokat sajátítasz el. Na, itt valami pistike üvöltözött. Jó, hát átkutatom a települést. Igazából mi is volt itt a küldetés? Ennyi? Kész? Elvileg az volt, hogy szabadítsam fel. Hát az a baj, hogy ezeken a helyeken úgy nem nagyon van kit felszabadítani. Itt egy ilyen civil menyecskét láttam, aki elszaladt, miközben én ezekkel itt harcoltam, tehát legalább az a jó érzésem megvan, hogy egy embert megmentettem. De úgy zömében a kietlen, puszta, felégetett, teljesen lerombolt településeket sikerül felszabadítani, ami azért picit jobb lenne, hogyha ha nem így lenne. Jó, viszont akkor most már teljesen elkerülhetetlenül itt lesz a következő checkpointom, ugye, ahol az orgyilkosságot megtanulom, aztán tartok tőle, hogy megint kitérek egy-két kérdőjelnél, és átszáguldok az íjazáshoz, tehát azért ezeket szeretném most már tényleg lenyomni.